Az 50-es évek Magyarországának rideg valóságát mutatja be az Énekesnő című tévéfilm. Az alkotás Szűcs Sándor futballista és Kovács Erzsi táncdalénekesnő tragikus történetének állít emléket. Vitézi László új játékfilmje a kommunista rendszer kegyetlenségeit jeleníti meg. Bemutatja, hogyan használta fel a kommunista rendszer két fiatal szerelmi kapcsolatát politikai nyomásgyakorlásra. A főszerepben Bánovics Vivient és Herceg Pétert láthatják a nézők. A film premierje március 25-én lesz a Dunán. Zoltán. Itt a stúdióban pedig az egyik főszereplő Bánovics Vivien színművész és a film rendezője Vitézi László. Jó reggelt kívánok önöknek! Jó reggelt! Szimbolikus volt a film előzetesének bemutatója is, hiszen a kommunizmus áldozatainak emléknapján jelent meg az első pár részlet a filmből, és hát nem árulunk el nagy titkot arról, hogy egy olyan időszakot mutat be, amikor koncepciós eljárásokkal statuált példát a hatalom. Nem először foglalkozik ön ezzel az időszakkal, korszakkal, most miért ez a történet került a középpontba, milyen kérdésekre ad ez most választ? Egészen röviden, itt egy nagy nyomás nehezedik a magyar filmszakmára, hogy történelmi filmeket készítsenek, és nekem ez így önmagában nem elég, és nem is nagyon tetszik. Miért csinálnék a Buvárkontról egy történelmi filmet? Csak szórakozás, annyi pénze nincs ennek az országnak, hogy azt a sok pozitív hőst mind ilyen hollywoodi filmekben megcsinálja. És különösen akkor én ezt kikérném magamnak, mikor még a közelmúlt teljes mértékben tisztázatlan és átadatlan minden igazsága. És ezért engem lelkileg ez megerősít, hogy ezzel foglalkozok, majdnem, hogy kötelességszerűen. Vivien, nem ez az első közös munkája a rendező úrral. Ilyenkor mi dönt egy alkotónál, egy művésznél, hogy elvállal-e egy munkát? Mi volt az a pont, amikor ön azt gondolta, hogy ebben érdemes részt venni? Igen, a Lacival már régi kapcsolatom van. Szerintem az első nagyjátékfilmemet a Laci rendezte nekem, és igazából ő fedezett fel, ha lehet ezt így mondani. És én nagyon szeretek, és mindig is nagyon szerettem vele dolgozni, ezért igazából ez nem volt kérdés az én esetemben, hogy ha ő felajánl nekem egy munkát, azt nem vállalnám el. Annyit azért elárulhatunk a nézőknek, hogy egy szerelmi történeten keresztül mutatja be ezt a korszakot. Ez a fajta vetülete azoknak az éveknek, azok mennyire van benne a köztudatban? Ön például mennyire lepte meg, amikor az adatgyűjtés zajlott ehhez a munkához, hogy igen, hogy ez az zajlott? Igazság, az én korosztályom, meg hát a nálam fiatalabb korosztály már nem igazán tudja, hogy pontosan mi történt, és természetesen voltak tudomásaim arról, hogy mik zajlottak, de amikor elolvastam ezt a forgatókönyvet, akkor azért ez elég erősen szíven ütött engem is, hogy ez megtörténhetett, és hogy ilyen rendszer volt itt Magyarországon. Mennyire támaszkodik valódi cselekményekre a film? Semennyire. És mégis minden az akkori korra jellemző. Tehát ha elkezdenünk katonatörténészi szemmel nézni, direkt olyan vállapokat kértem és egyenruhákat, amik nincsenek, nem szigorúan vett ávos mindenki, hanem a rossz oldalon áll. Tehát, hogy nem a történelmi hitelesség vagy annak a elhitetése volt a lényeg, hanem az ember lelkének a viszonya egy embertelen rendszerhez. Ezt úgy vegye, ahogy mondom, minden ember a saját családjában, saját lelki, saját szeretteivel úgy ért, mint ahogy a normális emberek szoktak. És erre jön egy rendszer, egy teljesen abnormális rendszer, amelyik mást helyez előtérbe, mint az emberi alapvető érdekek. Legelőször is ugye mindenki csak azt gondolja, hogy ezek ilyen kegyetlenek voltak. Ezek nem kegyetlenek voltak, hanem rablók voltak. Elvettek mindenkitől mindent, és erről soha senki nem beszélhetett, mert lelőtték. És ez olyan nagy titokba ment. Nem tudták az emberek, csak azt tudták, hogy egyszer csak lett egy szomszédjuk, mondjuk Rákos Ligeten egy kis házból egy családért, egyszer csak két-három családért, mert azt, ami az övék volt, a rózsadombon, azt elvették. Elvették az üzleteiket, elvették az iskoláikat, elvették az állataikat, elvették a földjüket. Rabló banda volt.
És ezt soha nem lehetett így mondani, mert én ezt a szót így mondtam volna annak idején, akkor apámat kivégzik, mondjuk. Ez nehéz elképzelni, nem? Hát örök nagy kérdés, amire Vivien is utalt, hogy a mai fiatalok, akik hallomásból sem ismerik már azokat az éveket, vajon a nagyszüleiktől mennyi információt kaptak arról? Miért fontos, hogy tudják azt, hogy akkor akár egy futballista, egy énekesnő pályája mennyi múlt? Az az igazság, hogy nekem például a nagymamám sokat mesélt, és mindig ezt a szót használta, hogy el sem tudott kislányon képzelni. Ez mindig ezt mondta, és bevallom őszintén, el sem tudom képzelni, és amikor leforgattam ezt a filmet, és belekerültem ebbe a szerepbe, ebbe az élethelyzetbe, akkor döbbentem rá, amikor ugye át kellett éreznem teljes mértékben azt, ami történt az én karakteremmel, hogy hát igen, ezt eddig el sem tudtam képzelni, nem is foglalkoztatott annyira ez a dolog, és rá kellett döbbennem, hogy erről nagyon fontos, hogy beszéljünk, hogy ilyesmi megtörtént. Akikkel megtörtént, azok sem mesélték, szégyelték. Most egy meglett úriember iskolát végzett, mondjuk egyetemet végzett, kisemmizték, elvették az egész család vagyonát, van három gyereke, hogy mondja el neki, hogy tönkre mentünk, mert ugye annak idején azt mondták, hogy tönkre mentünk. Nem azt merték mondani, hogy elrabolták. Tehát ez a legaljasabb félrevezetése volt még abban is, hogy megfélemlítették őket, a saját gyerekeiknek csak utalgattak, nem mesélték el, hogy mit műveltek velük, mert nem merték elmondani. Anélkül, hogy a teljes cselekményt elmondanánk a nézőknek még a premier előtt, na de a film is rávilágít talán arra, hogy akár egy szerelem is képes volt a labdarúgásra hatással bírni, emberi életekre szó szerint, és hát egy énekesnő pályájára is, csupán egy szerelem. Én gyorsan mondok valamit, azért, hogy nem véletlenül lemaradjon a műsoridő végeztével, hogy miközben csináltam ezt a filmet, egy régi gyanúm beigazolódott, tehát igazságá vált számomra, hogy mi a futballvilágbajnokságot a nyugat-német csapat ellen bosszúból veszítettük el. Az a magyar csapat bosszúja volt a kommunista rendszeren, hogy 8-3-ra megvertük őket egy hete. Most 2-0-ra vezetünk, és egyszer csak lesántult mindenki, és 2 gólt kapunk, vagy 3-at, és elveszítjük a világbajnokságot. Egy lehetetlen dolog. Szűcs Sándor előtt tisztelektek ezzel a vereséggel az akkori labdarúgók. Tudom, hogy 100-an fognak sportszakmai szempontból szembefordulni ezzel a véleménnyel, de én akkor se hittem el gyerekfejjel se, hogy ilyen létezik. És most meg teljesen beigazolódott, hogy hogy működött ez. A témáról és a filmről is még sokat lehetne beszélni, de a műsoridőnk lejárt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak pénteken, este 3:49-kor pedig a Dunán lesz premier, úgyhogy minden többire a választ megkapják a nézők. Én mindenkit nagyon szeretettel hívnék, üljön a saját képernyője elé, de ne sokat menjen ki a konyhában, mert szerintem nem is nagyon tudja otthagyni akkor, ha elkezdi nézni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen.